Amerikai transznemű személy lett az ukrán védelmi erők egyik szóvivője. A férfinak született Sarah pénzügyi elemzőként, pókerjátékosként és politikai aktivistaként is dolgozott. Házasságban élt és gyermeke is volt már, mikor úgy döntött, hogy átoperáltatja magát. Ukrajnába már nőként érkezett. Halmazati büntetésül akár 12 évet is kaphat a lelőtt svájci farkas miatt az egyik gyanúsított, N. György, akinek az eddigi adatok szerint a 9 éves kisfia végzett a védett állattal Hidas-Németi közelében. N. György elfogásához a terror elhárítási központ kommandósait riasztották, mivel több engedéllyel tartott vadászfegyverrel is rendelkezik, és ilyen esetben kötelező a TEG bevonása. Minden orosz tisztviselőnek hazai gyártású gépkocsit kell használnia, ezt Vlagyimir Putyin elnök közölte. Korábban Boris Jelcin elnök idején tiltották meg a külföldi gépkocsik beszerzését kormánytisztviselők részére. Ők azonban a hazai autók gyakori meghibásodásaira panaszkodtak, ezért a rendelet visszavonásáért lobbiztak, ami később meg is történt.